Társadalmunkban több különböző tévhit, hiedelem kering a gyásszal kapcsolatban. Legtöbbször olyan mondatok hangoznak el, amiket teljesen jó szándékkal mondunk a gyászolónak, mégis nemhogy nem segítenek, hanem sokszor akár meg is nehezíthetik magát a gyász folyamatot, magát a gyászfeldolgozást. Ezek közé tartozik például, hogyha azt mondjuk a gyászolónak, hogy legyen erős, míg igazából ezzel az a nehéz, hogy arra sarkaljuk, hogy rejtse el az érzéseit, nem mutassa meg őszintén, hogy mi az, amit éppen átél valaki másért erősnek lenni. Akár abba is torkolhat, hogy mondjuk gyerekeinket arra ösztönözzük, hogy ilyenkor nem mutatom meg, hogy szomorú vagyok, míg a nonverbális jeleken keresztül érzékelik a gyerekek is, hogy valami diszonancia van, valami nincsen rendben, és mondjuk ők is arra... Őket is arra sarkalhatja ez, hogy ilyenkor érdemes elrejteni az érzéseket. A másik ilyen tévhit, hogy érdemes egyedül gyászolnunk, elbújni, egy kicsit különvonulni a társaságtól olyankor, amikor veszteség ér minket, mert akár kellemetlen helyzetbe hozzuk ezzel a hozzánk közel állókat, a többieket, míg igazából hagyományosan is a gyász korábban is egy közösségi folyamat volt, akár korábban a falvakban a közösség együtt élte át, voltak olyan rítusok, hagyományok, amik segítették magát a gyászfeldolgozást. Aztán ilyen lehet például, hogyha arra buzdítjuk a gyászolót, hogy pótolja a veszteséget. Erre példa lehet, hogyha kisgyereknek valami történik, meghal a kiskutyája, és azzal biztatjuk, hogy nincsen gond, majd lesz egy új kiskutya. De hát a kiskutya az nem lesz ugyanaz a kiskutya, és attól ugyanígy hiányzik, és az, akit elvesztettünk, az a kis állat, az nem pótolható ilyen szempontból. Aztán például az is egy ilyen tévhit, vagy kevésbé segítő gondolat, hogy az idő majd megoldja, az idő majd enyhíti a fájdalmat. Az időnek valóban fontos szerepe van, de az időnek olyan értelemben, hogy mi mit teszünk azzal az idővel, milyen lépéseket, milyen belső folyamaton megyünk keresztül, hogyan dolgozzuk meg a saját gyászunkat. Erre valóban kell idő, viszont irreális elvárás önmagától csak az időtől várni azt, hogy ez majd megkönnyíti az érzéseinket.